Imapercek Radó Tamás plébánossal. Áldott új esztendőt kívánok mindjártnak, kedves nézőknek. Örömmel köszöntök mindenkit a televízió készülékén keresztül. Ez az első alkalom, amikor ebben az esztendőben találkozunk ilyen online módon a kedves testvérekkel. A templom, ugye többször is szoktunk találkozni már személyesen az új esztendőben is. Köszönöm, hogy van a lehetőség arra, hogy újra találkozunk egymással, és nem véletlenül kívántam áldott új esztendőt, hiszen Istennek az áldása, segítsége nagyon is fontos és szükséges mindenek az életében, hogy valóban egészségben, örömben, boldogságban, mind a családban, mind a mindennapi életben tudjunk élni. Tehát visszaemlékezzünk arra, amikor advent utolsó rorátéján reggel elénekeltük, hogy eljut a nap, amit várva vártunk, és örömmel vártuk a karácsonyt. És annak megelőző időszaka, az advent időszak, talán elmondhatja mindegyünk azt, hogy olyan más volt az ő életében. Mondjuk máshogy készültünk, máshogy teltek a napjaink, mint az évnek a többi napjai, és valóban korán hajnali felkelés is örömmel tette az ember, és erőt merített abból a szentmiséből, amilyen korán hajnalban már reggel 6-kor részt vettünk. És amikor elénekeltük ezt az éneket, hogy eljut a nap, amit várva vártunk, és valóban szépen teltek is az ünnepeink, tehát visszagondolunk az éneknek a harmadik verszakával is, amikor már érezzük azt, hogy igazából milyen jó lenne megtartani a karácsonynak az örömét és a békéjét a saját lelkünkben is, családi életünkben is, és a mindennapi életünkben is, bármerre is megfordulunk. Eddig is énekeltük a harmadik verszakban, hogyha elmúlik majd a karácsony, te akkor is maradj velünk, Jézus akkor is maradj velünk. Ehhez pedig nagyra szükség van az Istennek az áldására, segítségére, kegyelmére, hogy meg tudjuk őrizni karácsonynak az örömét és a békéjét, és éppen ebben segít bennünket a Szentírás, Istennek a szava, Istennek hozzánk szóló üzenete, és nem véletlenül kezdődött mindjárt így az évközi első vasárnap Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésével, hiszen nagyon jól tudjuk és ismerjük az egyházi évnek a felépítését, amit itt a kivetítőn is látunk. Az adventi időszakkal kezdődött el az ünnepi időszakra való készület, a karácsonyra való készület. Jött a karácsonyi ünnepkör, ami lezárodott vízkereszttel, és Jézus Krisztus megkeresztelkedésével kezdődött el az évközi idő. És itt nézzük, szemléljük a képet, itt mindjárt látjuk is azt, hogy keresztelő János megkeresztelte Jézust, és egészen nagybőjt időszakig, a hambazó szerdáig van egy nagyon rövid évközi időszak. Ez ebben az esztendőben 8 vasárnapot tesz ki. Világi nyelven ezt úgy hívjuk, hogy a farsangi időszak, a kikapcsolódásnak, az örömnek, a vidámságnak az időszaka egészen nagybőjt kezdetéig, hamvazó szerdáig. Mindig változik az évközi időnek ez a hosszúsága, most 8 vasárnap lesz, mégpedig azért, mert április közepén lesz majd húsvét, és onnan visszaszámolva március 2-án kezdődik majd a nagybőjt időszak, a hamvazó szerda, és ebben a 8 vasárnapban, az évközi időben Jézusnak az életét és tanítását gondoljuk át, mint az első alkalommal vettük Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedését, most vasárnap pedig azt vettük, hogy a saját hazájába ment, Galileába, ott is Názáretbe, ahol nevelkedett, olvasásra jelentkezett, és Izaiás szavait olvasta fel a zsinagógában, az Úr lelke van rajtam, és ő küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Az Isten nem más nyújt nekünk segítségül, hogy megmaradjon az éneknek a mondani valója, hogy Jézus, te akkor is maradj velünk, ha már elmúlnak az ünnepek, mint a harmadik isteni személyt, a Szent Lelket. Aki rendszeresen járnak templomba, Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor beszéltünk arról, hogy Szent Lukács evangélista, az evangéliumát olvassuk ebben az időszakban, ebben az egyházi évben, a C évben, a Szentlélek Isten evangélistájának is szokták mondani, hiszen a legtöbbet ő írja a Szentlélekről. És amikor Jézus Krisztus megkeresztkedik, leszáll rá a Szentlélek galamb formájában, kifejezi annak valóságát a Szentírás szerzője, Szent Lukács, és a Szentlélek Isten ad nekünk kegyelmet és erőt ahhoz, hogy valóban karácsonynak az öröme, békéje minél tovább megmaradjon bennünk, és az a változás, amit az advent időszak hozott bennünk és a lelkünkben, az továbbra is megmaradhasson. Amit most vennék szentírási idézetet, az nem más,
mint hogy a folyamatos olvasásban olvassuk, most 8 vasárnapon keresztül, már csak 6 vasárnapon keresztül Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelét. Nagyon ajánlanám is, jó lenne a lehetőség szerint, otthon kezünkbe vennénk az új szövetségi szentírást, a 4 evangélium után az apostolok cselekedetei, utána meg Szent Pál apostolnak a levelei, és ezek között találjuk a korintusiakhoz írt első levelet. És Szent Pál apostol nem véletlenül írja ezt a levelét Krisztus után 54-ből, Efezusból, hiszen ő alapította ezt a korintusi egyházközséget, nagyon jómódú emberek, kereskedő emberek éltek ott Korintusban, viszont az egyházközségnek az összetétele nagyon vegyes volt az emberek szempontjából, hiszen voltak közöttük egyiptomi rabszolgák, voltak római kereskedők, voltak bölcselők és filozófusok, voltak kereskedők, és lehetne tovább sorolni, és be a különféle emberekből tevődött össze az egyházközség, a kezdeti lelkesedés, vagy számunkra a karácsony jelentett, ez megvolt bennük. És Szent Pál apostol most azt látja, hogy valahogyan kezd szakadozni ez az egység, kezd szakadozni ez az egyházközség, és ezért írja levelét nekik, és ebből hallottunk egy részletet a 2 vasárnappal korábban, amikor arról beszélt Szent Pál apostol, kiemelve a Szentlélek Istennek a jelenlétét, hogy mindnyájan kaptunk adományokat az Istentől, és nem lehet egyiket kiemelni a másiknak a kárára, hanem minden adomány egyformán fontos. Ezen kell elgondolkodnunk, hogy mi a keresztség és a bérmálás lévén személyesen milyen ajándékot kaptunk az Istentől, hiszen azt mondja az apostol, a lelki adományok különfélék, de az Úr ugyanaz, a szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz, és mindenki azért kapja ezeket az ajándékokat, hogy a saját lelke és egymás javára tudja fordítani. Ott Korintusban nagyon kiemelték a nyelveknek az adományát, a csodatevő hatalmat, és lehetne tovább sorolni, és ezzel úgy próbálták igazolni, ők különb adományban részesültek, mint a többi ember. És ezért mondja a Szent Pál apostol, különféle adományok vannak, de a legkisebb, amit úgy gondolunk, hogy nincs is annyira fontos, nem annyira szükséges, az is olyan fontos az Isten szeméből és mindenki javára, mint a legnagyobb ajándék. A lelki adományok különfélék, de az Úr ugyanaz. És már visszaemlékezünk a példára, amit vettem ezen a vasárnapon, az újévi koncertet, Bécsnek a közből való közvetítését, hogy ott van a zeneszerző, ott vannak a zenészek, ott vannak a hangszerek, ott van a karmester, mennyire összhangba kell lenni egymáshoz ahhoz, hogy az szépen szóljon, és az embereknek örömet okozzon. Kell a zeneszerző, a karmester, a zenészek és a zeneeszközök, és ezeknek a harmóniája adja meg a szép hangzást. Ugyanez vonatkozik miránk is, hiszen a zeneszerzőnk nem más, mint maga az Isten. Mi vagyunk azok, akik játszunk az Istennek a tervén és azon a gondviselésén, amit nekünk ajándékozott. A karmester pedig nem más, mint a Szentlélek, aki vezet és irányít bennünket. És ha valóban ez az egység, ez az összhang megvan a családon belül is, munkahelyen, mindennapi életünkben, akkor az egy olyan összhangot ad, ami örömmel tölt el mindazokkal, akikkel mi találkozunk. És ezt a gondolatot vitte tovább Szent Pál apostol a vasárnapi Szent Leckében, amikor a testről beszélt, hogy a test ugyan egységes, de sok tagja van, és ez a sok tag egy testet szolgál. A test nem más, mint Jézus Krisztus és az ő egyháza, a tagok pedig ebben a testben mi vagyunk mindjárt, akik meg vagyunk keresztelkedve. Ugyanazt a feladatot kell betöltenünk, amit adományként az Istentől kaptunk, és ha valóban így teszünk, és egyenként is szolgáljuk a közös testet, az egyházat, vagyis Jézus Krisztust, akkor válik az egészségessé, és akkor lesz ennek húzó ereje. Itt pedig a példát nem máshonnan vettem, mint a római történelemből, amikor a patriciusok és a plebejusok veszekedtek egymással Rómában, és ekkor az ottani Agrippa bölcselőt küldték a plebejusokhoz, hogy magyarázza el nekik, mit kell tenni az egységét, és ő azt a példát mondta el, amit mi mindnyájan azt hiszem nagyon jól ismerünk, hogy a testrészek fellázadtak a gyomor ellen, miért kell mindenkinek a gyomrot szolgálni, amikor az nem tesz semmit.
és alább azt mondta, többet nem megy élelemért, a kéz nem nyújtja a kezét az élelemért, a fogak nem rágják össze, és nem engedik lenyelni az élelmet a gyomor javára. Napok múlva érezték magukban a gyengeséget, valami nincsen rendjén, és ráébredtek arra, bár lényegtelenek tartották a gyomort, mégis fontos a táplálék, mert ha ezzel is szolgálják a gyomrot, az nekik is erőt ad. Tehát éppen ezre hivatkozik Szent Pál apostol is, ott Efezusból, a korintusiaknak, amikor írja a levelét, csak ha egymásra odafigyelünk, ha egymás javát szolgáljuk, bármilyen testrész is az, mindegyikre szükség van. Bármennyi kis adományt is kaptunk az Istentől, mégis a közösség javában az a legnagyobb és a legfontosabb, és ezzel tudjuk szolgálni a közösséget, a családot, a munkahelyet, illetve egyházunkat. Szent Pál apostol tehát így segít, így bátorít bennünket az évközi időszaknak az elején, és tovább folytatódik az ő korintusi levelének az olvasása, hiszen majd hallani fogjuk, hiszen hallottuk tegnap is, úgy zárult le a Szent Leszke, hogy én tökéletesebb adományt is mutatok nektek, és a tökéletesebb adományról fog beszélni Szent Pál apostol most már a következő vasárnap, ez az évközi negyedik vasárnap lesz, korintusi levélből a legszentebb és a legszebb részet fogjuk majd hallani és felolvasni és értelmezni, ez pedig nem más, mint a szeretet himnusza, ami arra oktat és tanít bennünket, hogy minden elmúlik egyszer, de a szeretet az nem szűnik meg sohasem. Ezzel fejezi be ezt a szakasz Szent Pál apostol, hiszen azt mondjuk, hogy a hit elmúlik majd, amikor az Isten színről színre látjuk, a remény elmúlik, mert beteljesedik a reményünk, találkozunk az Istennel, de a szeretetet, amelyet megértünk egymással, és az Istennel itt a Földön, az nyer majd beteljesedést az örökké valóságban. És ha így próbáljuk összefoglalni ezt az elmúlt vasárnapoknak a szentírási tanítását, akkor újra csak elimádkozhatjuk és elénekelhetjük, ha elmúlik a karácsony, de akkor is maradj velünk, és akkor is velünk marad Jézus, ha legalábbis igyekszünk megtenni azt, amit kíván tőlünk, amire Szent Pál is tanít bennünket, nagyon fontosak vagyunk az Istennek, mindig egy fontos eleme az ő testének és test részei vagyunk, és ha közösen tesszük a mi javunkat szolgáló isteni gondviselést, akkor valóban gyümölcsöt termünk, mi pedig maradandó gyümölcsöt. Plébános úr, elérkeztünk a fél évhez. Az egyházi oktatás tekintetében ön hogy látja, sikerült a gyerekeknek megtartani a hittanórákat, annak ellenére, hogy sajnos a pandémia még mindig itt van közöttünk? Sok minden történik, és sok minden alakul és változik, ami örömünkre szolgál, hogy a templomban a szentmiséket továbbra is tarthattuk, és aki nyomon követi az iskolának a Facebook oldalát, a számomra még mindig élek belőle, a vízkereszti szentmise, az számomra nagyon fontos volt, ugyanakkor nem mindig mondani azt, hogy meg illő mondani azt, hogy a szentmise élmény gazdag volt, de azt hiszem, hogy úgy kerülünk közelebb Jézus Krisztushoz, illetve az egyházhoz és a szentmiséhez, hanban élmények is szerepelnek. És aki végignézett a képeket, látta azt, hogy a szentmisében is mennyire át tudtuk élni a három királyoknak a találkozását Jézus Krisztussal, és egy nagy ajándék volt az, és köszönöm az iskolának ezt az ötletét, ami már az elmúlt esztendőben is tettünk, hogy már hál' Isten olyan sokan vagyunk, hogy külön van az 1-től 6-ig az iskolai mise, illetve 7-től 11. osztályig az iskola mise, hogy mindegyik csoporttal átmentünk az iskolák, illetve az óvoda elé is, és külön megáldottuk vízkeresztkor az óvodát is, és az iskolát is, ugyanúgy tette László atya is a gimnáziumnak az épületeivel, jót az óvodások énekét is hallani. Ezeket azért mondom el, hogy érezzük annak a fontosságát, hogy mennyire szükség van a katolikus iskolára. Látom azt, hogy mennyire táplálja és erősíti az egyházközséget a katolikus iskola, a gyermekeknek a létszáma, a minisztrásoknak a jelenléte, ez egy-két kivétellel, különösen a Ferences templomban, ott a más iskolából is vannak minisztrások, de itt a nagy templomban a katolikus iskola adja ennek az alapját és a magját. És köszönöm a szülőknek, hogy ide iratják a gyermekeiket iskolába, és olyan jó bemenni az iskolába, és jó hangulatú közösségbe, és azok vannak együtt. És azt hiszem most, hogy egy kicsit elszaporodott a betegségnek a súlya, kevesebb gyerek jár iskolába, de online módon továbbra is találkozunk velük, ennek ellenére, aki teheti, továbbra is itt van velünk a templomban.
Nagyon szeretném és örülnék annak, ha a iskolatvábra is így fejlődne és haladna, ahogyan eddig is ment ezen az úton, hiszen a gyermekek számára nagyon fontos a szellemi fejlődés, nagyon sok és fontos a fizikai, a testi fejlődés és növekedés, de ugyanilyen szempontból nagyon fontos a lelki fejlődés és növekedés is, amit elsősorban a katolikus iskola ad. A hittanórákon, szentmiséken örülök annak, hogy László atya bevezette ezt a lelki beszélgetésnek a stílusát is. Csütörtökön alkalom nyílik a pedagógusoknak, fiataloknak találkozni László atyával, akár Szent Jónás keretében, akár csak lelki beszélgetésben. Tehát látjuk azt, hogy a pszichológusokra szükség van, mert látjuk ezt, hogy mennyi minden körülmény behatás éri a gyermeket és felnőttek egyaránt, de ennél sokkal többet jelent a lelki egyensúly, amit már gyermekkorban próbálunk a gyerekeknek megadni, és felnőtt korban legyen miből meríteni, megőrizni a lelki egyensúlyokat, amit nem más ad meg, mint a belülről fakadó hit és a hitből fakadó cselekedet. Ezt is tudom már ajánlani a kedves szülőknek az iskolának a programjait, hiszen a következő tanév is el fog indulni majd, és örülünk annak, ha minél többet kerülhetnek ebbe az iskolába. A lelkiek ugye fontosak, pláne plébános szempontjából ezek a legfontosabbak, de azt is kell látni, és aki nyomon követi a Facebook oldalát, meg a Rábaközi Televíziónak a jóvoltából az iskolának a lehetőségeit, mennyi minden változás történt az iskolában. Azt, hogy most az ember voltam benne tanítani, és látom azt, hogy a tábláktól kezdve az okos táblákig és a még okosabb táblákig már minden osztályban van. Mi elmentem egy másik iskolába, még krétát is alig lehetett találni, tehát a felszerelés szempontjából is, a lehetőségek is adva vannak, nem beszélve a pedagógusoknak az odaadásáról és a szolgálatáról, de a külső körülmények is adva vannak, és ezt is jó volt hallani, hogy a pedagógus is kapta például a laptopot, még pedagógus kapott laptopot karácsonykor használatra, amivel még jobban tudnak felkészülni az órára, tehát a külső körülmények is adottak a gyermekek a neveléséhez, és úgy mondjuk, hogy próbáljuk adni a belső adottságokat is, a léleknek a fejlődését és növekedését. És együtt ajánljuk tehát a kedves szülők figyelmébe az iskolának a programjait. Most hétfőn, majd 31-én, délután 5 órakor lesz a nagy templomban óvodai és iskolai szülői tájékoztató. Elmondom őszintén, mert jó, ha őszintén beszélünk, hogy ez mindig is volt az iskolában ilyen tájékoztató. A pandémia tavaly már a templomban volt ez, és nagyon jó hangulatú volt, és ami számomra döbbenetes volt és jó érzés volt, hogy a szülők nem mindjárt elmentek, amikor vége volt, még tudott maradni, beszélgetni, akár egymással, akár pedig az igazgatóval, helyettesekkel és a nevelőkkel, tanárokkal egyaránt. Tehát egy jó közösség alakul ki ebben a templomi jelenlétben is. Tehát szeretettel hívom a szülőket, a lendő iskolás és óvodás szüleit 31-én, tehát hétfőn délután 5 órakor a nagy templomban tájékoztatóra. És akkor már mondanám a februári programokat is, lesz óvoda hívogató, tehát óvi hívogató február 17-én csütörtökön délután 4 órakor. Óvodában tanítom a nagycsoportosokat, nagy ajándék ez nekem, jó velük együtt lenni, és jól haladni velük előre a lelkiletnek az útján, és ha tényleg óvodás kortól kezdve részesülnek ebben a keresztény katolikus hitoktatásban, illetve akár más vallásoknak hitoktatás is megtörténik a katolikus iskolában, nem csak a katolikusi, evangélikusi, reformátusoké egyaránt, akkor bízunk abban, hogy ez a sok minden, amivel a világ körülveszi a gyerekeket, és sok felé csábítólakat feléjük, kellőképpen tudnak majd fegyelmet gyakorolni önmagukkal és egymással szemben is. Az óvi suli program pedig február 25-én pénteken lesz, délután 5 órakor, aztán nyílt nap lesz az óvodában március 31-én csütörtökön, és nyílt nap lesz az iskolában pedig március 8-án, tudom, hogy ezt mind egyszerre nem lehet megjegyezni, nyomon kell követni az iskolának a Facebook oldalát, illetve a honlapját, ami nagyon friss is, mindig a napi dolgok jelennek meg, és akkor mi kapnak megfelelő tájékoztatást. Én csak ebbe tudnám bátorítani a szülőket, hogy a katolikus iskolában való jelenléttel valóban segítsék a gyermekeknek mind a lelki, szellemi és testi fejlődését. És a legnagyobb tanítómesterünk ugye nem más, mint Jézus Krisztus, akit rabbinak, vagyis mesternek is szólítanak, és az ő tanítványai leszünk és maradunk, akkor építhetjük a mi lelkünket, építhetjük a mi családunkat, és erősíthetjük, és építhetjük a mi nemzetünket is.